A sorozat a múlt héten kezdődött, akkor egy divattervező volt a vendég, ezúttal pedig környékbeli neves konyhákból hívtak vissza egykori keriseket. Két séfet hívtunk meg, akik valamikor az iskolánk tanulói voltak. És úgy tűnik, hogy a gyerekek érdeklődése megvan ahhoz, hogy lássák, hogy milyen célokat tűzhetnek ki maguk elé, mit érhetnek el ezzel a végzettséggel, amit nálunk szereznek. A Kanizsa környéki neves szállodákban dolgozó séfek a kezdetekről és az akkori iskolarendszerről is beszéltek. Én szülem szerint egyből szakmunkásra mentem, a szakácsra, és akkor már csak 2 éves volt ugye a szakmunkás képzés, de nem volt mellette ilyen, hogy magyar történelmi, ilyet már nem kellene tanulni, hanem csak a szakmunkásra. Igazából arra voltunk kihegyezve, ugye élelmiszer, ami a szakmához kellett. Balogh Gábor szerint 10-15 évvel ezelőtt az osztályuk 80-90%-a komolyan vette a tanulást, és akarta a szakmát. Itt kezdődik egy kicsit is probléma nálatok, hogy sokszor azt látom a tanulóknál, hogy itt valaki nem is érdekli az egész. És jóformán csak az van benne, hogy járjuk az iskolát. Na most ez az út, ez sajnos nem vezet sikertörténethez. Úgyhogy ebben leginkább ki kelletek. A jubileumi rendezvény sorozat jövő héten folytatódik.